és ha már programok és programpontok tegnap rendezték meg a közmédiában az EP lista vezetői vitát, kommunikációs szempontból nézzük elsőként, meg Perlaki pap Józseffel beszélgetek a témában. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó. Nagyjából kritikaként azt mondja mindenki, hogy ez a listavezetői vita nem volt vita, mert egymás után szólaltak meg a képviselők, viszont érdekes volt, hogy nagyon nem is akartak egymással reagálni az időkeretükben. Miért lehetett ez? Nagyon érdekes dolog, nagy volt a várakozás a vita kapcsán, hiszen azért mégiscsak azok a listavezetők szerepeltek ezen a vitán, akik legalább 20 ezer ajánlást össze tudtak gyűjteni, amit azt mondhatjuk, hogy mögöttük van a társadalmi támogatottság. Azt kell mondjam önnek, hogy ugyan nagyon demokratikus volt maga a vita megjelenése, hiszen mind a 11-en helyet kaptak, de 11 fő vitázni nem igazán tud. Természetesen maga a Szabályrendszer is, nagyon bonyolult szabályok vannak, ki vannak mérve, hogy ki mennyi időt beszélhet, meg vannak adva a témák, milyen témákba szólhatnak hozzá. Ez is alkalmatlan arra, hogy a vita kialakuljon. Én azt gondolom, hogy nem kell ezen nagyon sok, na, nagyon csodálkoznunk, hiszen 2006-ban már eljutott ide a vita. Ha emlékszünk a Gyurcsány Orbán vitára, amely miniszterelnök jelölti vita volt, ott ugyan ketten voltak, de ott. És nagyon kevés lehetőség volt arra, hogy igazából egymással szemben riposztoljanak. Én emlékszem, a, a vitára ott, ott két műsorvezető házigazdája volt a vitának. Mindenki hozta magával azt a személyt, akiben megbízik. És körülbelül két-három percig sorolták csak a vitának a szabályait, ami gyakorlatilag ellehetetlenítette ezt. Ugyan vitának hívjuk, de ezek inkább monológok voltak. És izgalmasabb volt talán a vita létrejötte, vagy ennek a, a, a médiaterméknek a létrejött -e a vita a vitáról, hogy ki jön el, ki nem jön el, ki mit mond a másikról, mint maga a fő előadás, amit láthattunk. Ön szerint a tegnapi vitában a résztvevők, a korábbi nyilatkoz... néhány résztvevő a korábbi nyilatkozataikkal ellentétesen miért vállalták mégiscsak a vitának a szabályait? Ugye voltak olyan megnyilvánulások, amikor azt mondták, hogy nem fognak arról beszélni, amit kijelöltek témát, vagy úgy beszélnek, ahogy szeretnének. Tegnap kicsit úgy tűnt, mintha ezt valahogy mindenki természetesen Vette volna és és elvállalta volna, mindenki a saját programját szinte elmondta. Nem igazán voltak olyan emberek, akik kicsit kilógtak volna a sorból. Nagyon érdekes a, a felvetése, hiszen itt politikai szereplők vannak, és politikai szereplőknek érdekei vannak. Ezt, ez a, eznek a vitának a létrejötte, vagy ennek a médiaterméknek a létrejötte elsősorban a Fideszen és a Tiszapárton kívül mindenkinek érdeke lehetett volna, hiszen a Fidesz jó helyzetben várja, az Európa parlamenti választásokat úgy tűnik, hogy hasonló eredményt tud elérni, mint az előző választásokon. Ő neki nyilvánvaló az az érdeke, hogy ne történjen változás. Mégis a demokratikus igények alapján és a köztévé meghívása alapján úgy döntöttek, hogy eljönnek erre a vitára. Magyar Péternek sem érdeke ez a vita, hiszen ő nagyon nagyot fut, húsz Akár 20% fölé is mérik ismeretlen szereplőként, óriási az elvárás iránta, gyakorlatilag egy kevéssé gyakorlott szereplőnek kellene valami különlegeset alkotnia. És az összes többi szereplőnek viszont érdeke a megjelenés, hiszen rosszabbul állnak, mint ahogy elképzelték. Ugye a, a kis szereplőknek, a kis baloldali pártoknak, vagy a rendszerkritikus pártok szereplőinek minden média megjelenés lehetőség, hiszen megtudják, tudják magukat mutatni. Ugye Dobrev Klárának pedig a, a, az MSP párbeszéd DK szövetség is már azt jelzi, hogy valamilyen módon erősödni szeretne, szeretné visszaszerezni az ellenzék vagy a baloldal vezető pozícióját. A többiek pedig szintén azzal küzdenek, hogy vagy sikerül az 5%-os küszöböt megugraniuk, vagy nem sikerül. Ez azt jelenti, hogy a szereplőknek az érdeke is más, hogy hogyan szerepeljenek, hogyan álljanak ehhez a vitához. Amíg a Fidesznek és Magyar Péternek az az érdeke, hogy nagy dolog ne történjen, Magyar Péternek annyival másabb az érdeke, hogy ott a sót továbbra is vinnie kellene, hogy ezt a lendületet tudja tartani, a többieknek pedig valami mást kellene mutatniuk, mint amit eddig megszoktunk tőlük, hiszen de mit volt érdekes a vita, hiszen a többi szereplő mondta a szokásokat, Káros monológiát. Én egyiktől sem hallottam olyat, ami másképp működne, mint amit eddig a nyilvánosság előtt hoztak témát. Még stílusban sem nagyon tudtak változtatni. Ezért én úgy láttam a vitát, hogy ez is csak úgy elmúlt megtörtént, de nagy változást nem tudtak elérni. Igazából a, ennek a médiaterméknek a, a, a műfaja sem volt nagyon alkalmas arra, hogy azokat a várakozásokat beteljesítse, amit a nyilvánosság vagy a közvélemény várt tőle. Perlaki papi József, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.